kívül-belül megszépül. A görög-katolikus főszékes egyház felújítása 2,5 milliárd forintba kerül. Tisztelet az időseknek! Több mint 400-an vettek részt a Kárpát-medencei nyugdíjas találkozón. Deac Veszprém 4-1. A debreceni futsalosok legyőzték a lista vezetőt. Jó estét kívánok! Ez a DTV híradó. Október 17-e kedd van. Mondjuk a legfrissebb helyi híreket. Kívülbelül megszépül az Isten szülő oltalma görög katolikus főszékes egyház. Az Attila téri épület felújítása 2,5 milliárd forintba kerül, amelyből 2-t a kormánytól kapott az egyház. A beruházás várhatóan 2 évig tart majd. Már megkezdődött a pakolás, bár még vasárnapig tartanak liturgiát az Isten szülő oltalma főszékes egyházban. Az 1910-ben felszentelt épületben a jövő héttől építőmunkások dolgoznak majd. Felújításra kerül gyakorlatilag a teljes épület szerkezet, a teljes külső homlokzat, ezzel párhuzamosan egyébként a teljes belső is. A falakon több helyen látszik a beázások nyoma, ezt a problémát is orvosolják majd. A hívek nagyon várták a felújítást, de a munkálatok alatt nem használhatják majd templomukat. Több helyszín lesz a városban, ahol megpróbáljuk majd a liturgus életünket azt fenntartani és működőképessé tenni. Elsősorban helyileg hozzánk legközelebb található Svetics Katolikus Intézetnek, gimnáziumnak a Szentkereszt kápolájában lesznek az esti liturgiák és vasárnap több szent liturgia. A felújítás alatt restaurálják a kupola 1909 és 10 között készült Lór Ferenc festményeit és több liturgikus tárgyat is. Készül hőszivattyús, korszerű padlófűtés, valamint korszerűsítik az elektromos hálózatot is. A felújítás 2,5 milliárd forintba kerül. Amelynek nagy részét a magyar kormány, a magyar állam biztosítja az egyházunk, a Hajdúdorogi Főegyházmegye számára. Ez körülbelül 2 milliárd forint, a különbözetet pedig a hívek adomány és az egyházmegye saját forrásából biztosítja. A felújítás részeként megszépül és más funkciót kap a templom előtti Attila tér is. Az önkormányzat ezzel a területtel járul hozzá a felújításhoz. Liturgikus szempontból is hasznos lehet, hogyha az a tér, amely korábban városi tulajdon volt, az átadásra kerül az egyháznak, és a liturgiának azt a részét, ami a templomon kívül zajlik, azt a templomhoz integrált parkként tudja majd használni. Az Isten szülő oltalma főszékes egyház felújítása várhatóan 2 évig tart majd. Fenntartható Debrecen díjat kapott a Soprenter Kft. Az e-kereskedelemmel foglalkozó cég munkatársai többféleképpen is tesznek környezetük megóvásáért, például azzal, hogy műanyag palack helyett ballonból isznak vizet a munkahelyükön. Szelektív hulladékgyűjtés, digitális ügyintézés és madáretető készítés. Egyebek mellett ilyen tevékenységekkel veszik ki részüket környezetük megóvásából a debreceni székhelyű Soprenter Kft. Munkatársai. A cég olyan e-kereskedelmi ökoszisztémát nyújt, amely hazánkban egyedülálló támogatást biztosít a kereskedőknek. A Kft. Számára kiemelten fontos a fenntarthatóbb jövő. A fenntartható célkitűzéseket tűztük ki. Itt lokálisan, az irodában, ez abban nyilvánul meg, hogy az energiafelhasználásra odafigyelünk, palackos víz helyett ballonokból isszuk a vizet, utazásoknál is próbálunk a környezetbarátabb közösségi közlekedést támogatni. A város 2019 óta jutalmazza fenntartható Debrecen díjjal azokat a vállalati munkaközösségeket, amelyek a fenntarthatóságra törekednek. Balázs Ákos alpolgármester az átadón kiemelte, Debrecenben létrejött egy olyan erős, összetartó közösség, akik számára fontos a környezetvédelme és a fenntartható jövő. Ezeknél a vállalkozásoknál, cégeknél, munkaközösségeknél, akik elnyerik a díjat, ugye vannak közösségek, és azt mondhatjuk, hogy a városban ugye nagyon sok cégvállalkozás pályázta már meg ezt a díjat, és ezek itt mind egy közösséget alkotnak, és ez azért fontos, mert minél többen vagyunk, annál inkább tudunk fenntarthatóságról beszélni. A családbarát munkahelyen a dolgozók elégedettsége, mentális egészsége is fontos, ezért a házi kedvencek is elkísérhetik őket az irodába. Debrecen önkormányzata immár
14 gazdálkodó társaságot tüntetett ki fenntartató Debrecen díjjal. Ülésezett a pénzügyi bizottság. A testület tagjai a DKV ZRT hitelszerződésének módosításáról, valamint az Egyesített Bölcsődei Intézmény működését érintő fenntartói döntésekről tanácskoztak. Az előterjesztésekről várhatóan csütörtökön dönt majd a városi közgyűlés. Az előterjesztés szerint Debrecen megyei jogú város Egyesített Bölcsődei Intézménye 96-tal megemeli férőhely számát, így azt összesen 1260 főben állapítanák meg. Józsán a Gönczi Pál utcán elkészült az új bölcsőde, ahol a javaslat szerint 29-en fognak dolgozni. Az előterjesztést jóvá hagyta a pénzügyi bizottság. A testület azt is támogatta, hogy a DKV ZRT meglévő 8 milliárd forintos forgóeszköz hitelkeretét 5 milliárddal megemelhessék. A banki szolgáltatások biztosítására pedig több pénzintézettől is ajánlatot kértek. A Debreceni Vagyonkezelő ZRT egyébként csak tartalék jelleggel kezdeményezte a közlekedési társaság hitelkeretének növelését. A DKV forgóeszköz hitelkeretének a megnöveléséről szólt, mintegy 5 milliárd forinttal szeretnénk megemelni ezt a hitelkeretet. Ennek a feltételei javultak az eddigiekhez képest, hiszen újra versenyeztették és kedvezőbb kamatokkal indul újra ez a forgóeszköz hitel, és ezt a megnövekedett hitelkeretet is gyakorlatilag kevesebb költségből tudja a DKV majd ezután finanszírozni, ezt a pénzügyi bizottság többséggel támogatta. Több mint 400-an vettek részt az idősek világnapja alkalmából rendezett Kárpát-medencei nyugdíjas találkozón. A vármegyében több mint 70 nyugdíjas szervezet működik. Meghívott képviselőik mellett határon túlról is érkeztek a Voke Egyetértés Művelődési Központban rendezett eseményre. Pap László polgármester a megnyitón arról biztosította a debreceni nyugdíjas szervezeteket, hogy a város felelősséget vállal az itt élő közösségekért. A debreceni helyőrségi zenekar változatos műfaji sokszínűséget felvonultató műsorával kezdődött a Kárpát-medencei nyugdíjas találkozó. Több mint 400-an érkeztek a vármegye nyugdíjas szervezeteiből és a határon túli Nagyszalontáról, illetve Nagyváradról az Idősek Világnapja alkalmából rendezett programra. A Hajdú-Bihar megyei nyugdíjas szövetség elnöke azt mondta, több mint 70 szervezet működik Hajdú-Biharban, akik ápolják a hagyományokat és összetartják a szépkorúak közösségét. Nagy igényünk van ezekre a találkozókra, és nem beszélve róla, amikor kisebb csoportok vannak, akkor olyan dolgokat is meg lehet beszélni, ami saját problémánk, és akkor esetleg kapunk tanácsot. Pap László polgármester megnyitó beszédében azt hangsúlyozta, hogy a debreceni nyugdíjas szervezetek nem csak a városban aktívak, hanem annak határain túlra is kitekintenek, ráadásul rendkívül tevékenyek is, hiszen rengeteg programmal keresik meg az önkormányzatot. Pap László kiemelte a Mozdulj Debrecen mozgalom és a Szent Anna utcában nemrég átadott egészségfejlesztési központ szerepét, amelyek a szépkorúakat is támogatják. Biztosíthatom önöket arról, hogy Debrecen városa felelősen gondolkozik az itt élő nyugdíjas közösségekért, felelősséget vállal, egyrészt a idősügyi tanács keretei között igyekszünk minden évben megfelelő támogatást biztosítani a Debrecenben működő nyugdíjas szervezetek számára. A vármegyei közgyűlés alelnöke köszöntőjében arról beszélt, hogy a nyugdíjas szervezetek keresik egymással a kapcsolatot nem csak idehaza, hanem a határon túl is. A rendezvényeik támogatása fontos számukra. Búcsú László a Hajdú hagyományok nyomában identitás erősítő programsorozatot említette, amelyen vármegye szerte jelen vannak a szépkorúak is. A határon túliakkal való kapcsolattartás az intenzív. Pontosan azért, mert találnak közös olyan kulturális értékeket, olyan közösségi értékeket, amelyeket még mindig meg tudnak élni. És azt gondolom, hogy nekünk emellé mellé kell állni. A Kárpát-medencei nyugdíjas találkozón amellett, hogy színes műsorral szórakoztatták a közönséget, a hagyományoknak megfelelően köszöntötték az 50, 55, 60 és a 65 éves házassági évfordulójukat ünneplő párokat is. Német páncéltörő gránátot találtak ma a Sámsoni úton. A 7,5 cm átmérőjű lövedék az ott folyó csatornázási munkák során került elő. A világháborús lőszer miatt 100 méter sugarú körben lezárták a környéket. A Sámsoni úton 9 épületből összesen 20 embernek kellett rövid időre elhagynia az otthonát.
A páncéltörő gránátot a tűzszerészek kiemelték és elszállították. Azt később ellenőrzött körülmények között semmisítik meg a katonák az arra kijelölt robbantási területen. A szakemberek átvizsgálták a területet, de újabb robbanó szerkezetet nem találtak. Az úgynevezett compliance rendszerről tartottak konferenciát kedden a Debreceni Egyetemen. Az intézmény a hazai felsőoktatási intézmények közül 2021-ben elsőként hozott létre megfelelőségi osztályt, hogy sikeresebb legyen az üzleti szektorban. A compliance rendszer lényege, hogy egy vállalkozás mindig a szabályoknak megfelelően működjön. A cég jó hírnevének védelmét és fejlődését is szolgálja, elősegítve az üzleti partnerek megbecsülését. A mai eseményen jogászok és vállalati vezetők vitatták meg a téma aktuális kérdéseit. A konferencián mások mellett az állami számvevőszék, a kúria és a legfőbb ügyészség is képviseltette magát. Kossa György, a Debreceni Egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumi elnöke arról beszélt, hogy mit is jelent a compliance és miért válik egyre fontosabbá az üzleti életben. A mai kor kihívásainak megfelelően a compliance egy rendkívül fontos kérdés minden szervezet számára, amely is sikeres akar lenni, hiszen mind az átláthatóság, mind a jogszabályok követése, úgy is mondhatnánk, hogy a jog, az erkölcs és az etika szent hármassága mentén kell működjenek a szervezetek. A testnevelés tananyag része lehet a TEC-ból a Debreceni Szakképzési Centrum intézményeiben. A ma átadottal együtt már két iskolában van TEC-ból asztal. A magyar fejlesztésű sport egyre népszerűbb a fiatalok körében. A cél az, hogy a diákok minél többet mozogjanak. Egy fejelés, egy rugás, mindez az asztalon. Látványos bemutatóval igyekeztek kedvet csinálni a TEC-ból sporthoz. A szakszövetség most egy TEC-ból asztalt adományozott a Beregszászi Pál Technikum és Kollégium számára. Ezt a sportot egyéniben és csapatban is lehet játszani. Ha azon gondolkodjunk, hogy mi a technikai tudás, ami ehhez szükséges, igazából ez a három érintés már adja is, hogy aki egy labdával tud hármat dekázni, az ebben a sportban már lehet sikeres, megtalálhatja a szórakozás benne, a kedvtelés. A Baross Gábor Technikum Szakképzőiskola és Kollégiumban már van egy TEC-ból asztal. Az új sportág igen népszerű a fiatalok körében. Most is óriási volt az érdeklődés, 120 diák akarta ellesni a trükköket a profiktól. Ez a sportág, ha be tudjuk kapcsolni a rendszerünkben és a mindennapi testnevelés órákra is, akkor egy olyan mozgáskultúrával találkoznak a gyerekek, amely biztos, hogy egészséges nevelésnek egy fontos alapját fogja képezni. A Debreceni Szakképzési Centrum intézményei is csatlakoztak a Mozdulj Debrecen programhoz. Nagyon mozgásszegény életmódot élnek a mai fiatalok, és ezen szeretnénk változtatni, hogy mindenfajta együttműködésekkel minél több olyan trendi fiatalos sportot kipróbáltatni velük, amitől lehet, hogy megszeretik a mozgást, és utána majd fogják azt a későbbiekben űzni. A TEC-ból magyar fejlesztésű sport, a szövetség szeretné, ha egyszer olimpiai sportággá válna. A szezon eddigi legjobb teljesítményét nyújtva verte meg a lista vezetőt a Deac futsal csapata. Az együttes az NB1 8. fordulójában 4-1-re győzte le az eddig veretlen Veszprémet. A sikernek köszönhetően a debreceniek két helyet javítottak a tabellán, és a 8. helyről várják a folytatást. Hazai szempontból jól indult a lista vezető elleni bajnoki. A Deac a 4. percben Vas Ottó révén szerezte meg a vezetést. 3 perc múlva egyenlítettek a vendégek, de ez nem törte meg a házigazda lendületét. A hajrában Harmati Tamás ismét megszerezte a vezetést a debrecenieknek. Eközben hátul remekül tartotta a csapatot az élete első élvonalbeli mérkőzésén védő Bazsányi Péter. Ez a védés, ez, amit ma tudtam nyújtani, ehhez kellett az előttem lévő 4 ember a pályán, az, hogy védekezésben kompaktak voltunk. Enélkül tényleg nem tudtam volna ilyen produkciót letenni az asztalra. Kiegyenlített játékot és 2 további debreceni találatot hozott a 2. félidő. A 30. percben Tóth Attila egy szenzációs kapáslövéssel növelte 2-re a hazaiak előnyét, a 4-1-es végeredményt pedig Tiago állította be az utolsó percben. A Deac győzelmével megszakította a Veszprém bajnoki veretlenségét. Önbizalommal játszottunk, és szerintem megérdemeltük a győzelmet. Azt gondolom, hogy 6 percet játszott az ellenfél, 5-4 elleni játékos. Talán egy kapura lövésük volt, ez mindent elmond arra, hogy a csapatnak
milyen jó mentális ereje van. A Deac futsal csapata a következő mérkőzését pénteken játssza az újonc Pécs otthonában. Eddig tartott ma a DTV híradó. Riportjainkat újra megnézhetik a dehir.hu hírportálunkon. Kövessék a Dehír Light TikTok oldalunkat is. Én köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!